Önök az Zemplén Televízió híradóját látják, legfontosabb híreinkkel kezdünk. Múzeumi seregszemle szép halomban. Családvédelmi akcióterv, Sárospatakon sokan érdeklődnek a támogatások iránt. Egészség és sportnap sátora jó helyen Rubin Trékával. A hétvégén rendezték meg a Zempléni Múzeumok Fesztiválját Széphalomban a Magyar Nyelv Múzeumában. A tavaly első alkalommal Sátora-Jóújhely sétáló utcáján lebonyolított esemény hagyományteremtő szándékkal indult annak érdekében, hogy a régió közgyűjteményei találkozzanak, eszmét cseréljenek és bemutatkozzanak a látogatók előtt. A kulturális intézmények bemutatkozásán túl érdekes bemutatók, színvonalas múzeumpedagógiai foglalkozások, valamint gyermekkoncert is várta a családokat. Zempléni múzeumok, múzeális intézmények, kiállítóhelyek és gyűjtemények. 17 kulturális intézmény mutatkozott be szombaton a Zempléni Múzeumok Fesztiválján, amelyet idén második alkalommal rendeztek meg. A házigazda ezúttal a Magyar Nyelv Múzeuma volt, ahol az ide látogatók is megtapasztalhatták egy jelenkori múzeum sokszínűségét. Ma már a múzeumok mozgástere megnövekedett, nem csak kiállítóhelyek, hogy kiállításokat kínálnak, konferenciákat és szakmai jellegű találkozókat, hanem rendezvényközpontként vagy közösségi térként is működnek, de a cél, hogy ebben azért megőrizzék a maguk identitását, tehát a kultúrának azt az elemét mutassák fel, amelyet ők a leghitelesebben tudnak felmutatni. Magyarul nyilván a bulvár meg a populáris megoldások tilosak. Minden múzeum mégiscsak a kultúrának a fellegvára vagy igazodási pontja, tehát lehet nagyon sok rendezvény, de ezek olyanok legyenek, amelyek az adott intézmény profiljába illenek, és hát ne csak ami kis szórakozást nyújtsanak, hanem valóban gazdagítsák az ide látogatókat. A helyi intézmények mellett érkeztek Sárospatakról, Mezőkövesdről, Szerencsről, a Bodrogközből, Hegyközből, Tokajból, sőt határon túlról is múzeumok, mint például a Tőketerebesi Dél-Zempléni Múzeum és Közművelődési Központ, amely a 2015-16-ban végbe ment felújítása után egy profilváltáson ment keresztül. Az addig honismereti múzeumként működő kastély azóta a helyi nemesség történetét mutatja be. Épülnek azok a kapcsolati rendszerek, amelyek ehhez a témához kapcsolódnak. Ugye korábban a honismereti múzeumban inkább az etnográfia, tehát a folklór volt az, ami nagyobb hangsúlya a szerepe, tehát akkor az a kapcsolati rendszer épült ki. Szlovákián belül eléggé ismert volt, főleg a kötélverés, mint olyan. Most is épp a csapatnak a másik fele az Kézsmárkon van, a kötélverés mutatják be, amit Szlovákiában egyelőre ez a múzeum képvisel. Viszont a történelmi témában, vagy a nemesség életének a témájában most épülnek ezek a kapcsolati rendszerek. Tokaj városa két múzeummal is képviseltette magát. A legújabb 2015-ben épült világörökségi bormúzeum, melyről tudni kell, hogy a tárlatában nem csak a tokaji borok kapnak szerepet. Mivel világörökségi magterületről van szó, és a nevünk is világörökségi bormúzeum, ezért fölvállaltuk azt is, hogy Tokaj hegyalján kívül még 9 Európában megtalálható világörökségi borterületet bemutassunk. Úgyhogy így nálunk meg lehet ismerkedni portugál, spanyol, olasz, illetve az észak-európai területeken német, osztrák és svájci borvidékekkel is. De hát a fő hangsúly azért mégis a tokajé. A rendezvény családokat mozgatott meg, ahol a régió múzeumainak megismerésén túl a gyerekeknek volt fedezt fel a múzeumot játék, zenés torna, lovas bemutató, sétakocsikázás, sőt a varázskert nevet viselő, évek óta hagyományosan megszervezett nyelvi kalandjáték is bekapcsolódott ebbe a fesztiválba. Az esemény gyermekkoncerttel zárult. A Sárospataki járási hivatalban 2 hét alatt több mint 500 ügyfél kért segítséget a családvédelmi akciótervvel kapcsolatban. Július 1-e óta, azaz valamivel több mint 2 hete érhetőek el a családok számára a családvédelmi akcióterv által nyújtott támogatási lehetőségek. Ennek jegyében közel 2 hét leforgása alatt
Több mint 500 ügyfél kereste fel a Sárospataki kormányablakot, mondta híradónknak dr. Komáromi Éva hivatalvezető. Azt is kiemelte, hogy az ezzel kapcsolatos különböző dokumentum csomagokat ennél jóval többen, több mint 100-an vitték már el. Mi a babaváró hitel miatt jöttünk most éppen a kormányablakba, mert szeretnénk igénybe venni és ahhoz megigényelni a papírokat, ami itt szükséges hozzá, azért, mert szeretnénk testvért, és ahhoz, hogy testvérke legyen, azért rászorulunk egy kisebb fajta segítségre, mert lakásfelújítás előtt állunk. Most fogunk átköltözni egy családi házba, és hát azért az nem ingyen van. Fedorné kis Gabriella egyike azoknak, akik a július 1-e óta elérhető családvédelmi akció terve egy részét igénybe szeretné venni. Dr. Komáromi Éva, a Sárospataki járási hivatal vezetője elmondta, több mint 60 ügyfél tért már vissza a kormányablakhoz, hogy az előzetesen kikért dokumentumokat áttanulmányozva már konkrét segítséget kérjenek. Ettől jóval többen, több százan kértek előzetes tanulmányozásra ilyet, amelyek kapcsán várhatóan vissza is térnek majd. Elindult a családvédelmi akcióterv végrehajtása, és ennek keretében 2019. július 1-től a kormányablakban lehet a hitelfelvételhez és a különböző támogatások igénybevételéhez a szükséges igazolásokat, hatósági bizonyítványt, okiratokat beszerezni. Ennek keretében, amennyiben az érdeklődő ügyfél, általában házaspárok megjelennek a kormányablakban, akkor elsősorban kaphatnak egy teljes körű tájékoztató csomagot, egy nyomtatványcsomagot, amit érdemes mindenképpen áttanulmányozni, és utána dönteni arról, hogy melyik támogatási formát kívánják igénybe venni. Hiszen az említett családvédelmi akcióterv keretében több támogatott hitel lehetőségére és több támogatás igénybevételére van lehetőség. A babaváró hitel mellett nagy az érdeklődés a csok, ezen belül is a falusi csok iránt, de a nagycsaládosok autóvásárlására vonatkozó lehetőségekről is sokan kérnek információt. Ez jelentős ügyfélszám növekedéssel is jár. Mindegyiknek alapfeltétele, hogy különböző időszakra vonatkozó biztosítási jogviszonyt kell az ügyfélnek igazolni, és elsősorban ezzel tudnak a kormányablakhoz fordulni, hiszen a kormányablak osztály ezt továbbítja a megyei társadalombiztosítási főosztály felé, akik valóban a rendszer, társadalombiztosítási rendszer alapján kiállítják azt a bizonyos igazolást, hatósági bizonyítványt arról, hogy az adott ügyfél a megfelelő időszakban falusi csok esetén 3 hónap, babaváró hitel esetén pedig 3 év biztosítási jogviszonnyal rendelkezik-e. Amennyiben igen, és megkapja ezt az igazolást, akkor ezzel majd a pénzintézethez fordulhat az ügyfél, ahol pedig a hitelkérelmét érdemben elbírálják. Azt remélem, hogy gyors ügyintézés előtt várunk, és a barátnők elmondása alapján valóban segítőkészek itt a munkatársak. Természetesen ezekben az ügyekben a Sátoraljaújhelyi kormányablak is az érdeklődők segítségére van, tette hozzá dr. Komáromi Éva. Soha nem késő elkezdeni, ez volt az üzenete Rubint Rékának, aki Sátoraljaújhelyen járt, és együtt mozgott az alakformáló edzésén résztvevőkkel. A sztártréner nem csak megmozgatta követőit, de biztatta őket arra, hogy amikor csak tehetik, sportoljanak. A sátoraljaújhelyiek mellett Felvidékről és Sárospatakról is sokan részt vettek a szabadtéri óráján. Jó időben kezdték, és még szakadó esőben is folytatták Rubint Réka kedvelői a közös alakformáló órát, amelynek helyszíne a rendezvénytér volt. A kétnapos egészségnapon az egészségügyi szűrések mellett közös mozgásra is invitálták az új helyeket és a nem új helyeket is. Nagyon jó volt, egy élmény volt. Igaz, hogy bőrigáztunk, de Szlovákiából jöttünk csak azért, hogy Rékával tornázhassunk. Rubint Rékának komoly követő tábora van Sátoraljaújhelyen is, így volt, akiket barátként köszöntött a sportolók között. Nekik és mindenkinek, aki az eső ellenére vele sportolt, az edzés végén elmondta tapasztalatait, azt, hogy milyen élményei vannak azoktól, akiknek megváltoztatta az életét a sport. A sztáredző bízik a magyarok egészségtudatos szokásainak változtatásában. Én azt látom, hogy nagyon-nagyon a sportrendezvényeknek köszönhetően azért a vidék is nagyon-nagyon-nagyon aktívan sportol, sőt, mondhatom azt, hogy azért a vidéki embereknek talán még jobban ott van a
az életében a sport, hiszen gyalog vagy biciklivel járnak munkába, tehát hogyha a mozgást nézem, akkor egy nagyvárosi ember, tisztelet a kivételnek, sokkal kényelmesebben él, mint egy vidéki ember. De most már azért, hál' Istennek, Budapesten is és mindenhol a bicikliutak ki vannak építve, nagyon sokan rollerrel közlekednek, tehát én azt látom, hogy egyre tudatosabbak az emberek. A tömegsport rendezvények nyáron folytatódnak. Július 19-én a Dohánygyári pályára várnak mindenkit az új futókör átadására. Erre a napra 24 órás futást is szerveznek a helyi sportolók. 1, 2, 3, uhú! Magyarország kormánya célként tűzte ki, hogy segíti a megváltozott munkaképességűeket az önálló életvitelük kialakításában. Ezért indított el a Belügyminisztérium egy olyan kísérleti mintaprojektet, amelynek keretében a fogyatékkal élők is bevonhatóak a közfoglalkoztatásba. Sátoraljóújhelyen a Zemplénél civil szervezetek szövetsége nyert pályázati támogatást a mintaprogram lebonyolítására. A közfoglalkoztatásba ilyen módon bevont megváltozott munkaképességű személyeket közel egy éven át foglalkoztatja a civil szervezet. Készülnek a szőnyegek a Zemplénért civil szervezetek szövetséges Sátoraljóújhelyi telephelyén. A gyártásban azok a megváltozott munkaképességű személyek vesznek részt, akiket a Belügyminisztérium által elindított mintaprogram keretében foglalkoztatnak, és melynek célja, hogy a fogyatékkal élőket is bevonják a közfoglalkoztatásba. Az új helyi szervezet a meghívásos pályázaton a minisztérium felkérésére indult el, és kapott támogatást a projekt lebonyolítására. A munkavállalók a járási hivatal foglalkoztatási osztályának kiközvetítése által kerültek bele a mintaprogramba. Ez egy új dolog olyan szempontból, hogy gondolnak a megváltozott munkaképességű emberekre is, hogy egy közmunkaprogramba hogyan lehet őket alkalmazni, mennyire illeszkedhetnek ők be a munkájukkal a közmunkaprogramba, mert azért tudjuk azt, hogy a közmunkaprogram egy nagyon széles társadalmi réteget fog össze. A mintaprogram lebonyolítása még csak néhány hónapja, április 1-én indult, de a Zemplénél civil szervezetek szövetségének elnöke már most jó tapasztalatokkal rendelkezik a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatban. Azt tudom már most mondani, hogy bátran lehet közmunkaprogramba megváltozott munkaképességű embereket is bevonni, mert éppen olyan pontosan, figyelmesen tudnak dolgozni. Nyilván figyelembe kell venni az egészségi állapotukat, de ez semmit nem von le az ő teljesítményükből és az ő munkájukból. A megváltozott munkaképességűek közfoglalkoztatásba való bevonására irányuló mintaprogram jelentősége nem csak abban rejlik, hogy segíti hasznos és értékteremtő munkához juttatni a fogyatékkal élő embereket, hanem ezáltal tartást és önbecsülést is ad nekik. Az újhelyi civil szervezet által koordinált program 2020. február végén zárul. A Füzéradványban jelenleg is zajló kastély felújítása következtében várhatóan fellendülő turista forgalomra alapozva a település önkormányzata tervei között szerepel az idegenforgalmat, a településre érkező vendégeket kiszolgáló infrastruktúra és látványosság fejlesztése. Ennek jegyében a közelmúltban megújult a művelődési ház, illetve egy kiállító teret is kialakítottak a régi általános iskola épületében. Többek között ezeket a festményeket lehet megtekinteni a Füzéradványi galériában, amely ingatlan a Füzéradványi ifjúsági tábornak és a zempléni rajztanárok alkotótáborának ad helyet. A valamikor általános iskolaként funkcionáló épület így újabb helyben készült látványossággal bővült. Amikor idejönnek, nagy-nagy szeretettel jönnek hozzánk, szinte már ismerik a falu lakosságát is, és amikor ezt az egészet megálmodtuk, ő tőlük jött az ötlet, polgármester úr, csináljunk egy állandó kiállítást ebbe az általános iskola tantermébe, és a
zempléni rajztanárok felajánlanak egy 50 képből álló állandó kiállítást. Igyekeztünk együttműködni velük, vállaltuk, megteremtettük a feltételt, kifestettünk, rendbetettük az épületet, és vállaltuk, hogy itt elhelyezzék az ő általuk felajánlott képet. A kiállítótér rendbetételét az önkormányzat közmunkaprogram bevonásával, valamint a helyiek önkéntes segítségével hajtották végre. Villanyszerelési munkák, festés és egyéb olyan munkálatokat kellett végezni, hogy ez fogadóképes legyen ezekre a képekre. És hát amikor eljutottunk arra a fázisra, hogy na most már be kellene rendezni egy kicsit, akkor viszont jöttek azok a fűzéradványi idős mag, akikre minden időben lehet számítani, a nyugdíjas klub tagjai, és jöttek és szeretettel ajánlották a segítségüket is fizikálisan, és hozták azokat a szőttes, varostas anyagokat, amelyek itt láthatóak ebbe a terembe is, vagy éppen a függönynél, vagy ablaktisztításra kezdve mindenbe tudok rájuk számítani, és segítenek abba, hogy hát tényleg a település kulturális élete valamilyen patinát élvezzen. A kiállítás létrejöttét igazolja, hogy közös összefogással olyan eredményeket lehet elérni, amely szolgálja mind a helyiek életét, mind pedig az ide látogató turisták lehetőségeit arra, hogy minél tartalmasabb élményekkel térjenek haza. Végül nézzük még egyszer legfontosabb híreinket, egy-egy mondatban. Múzeumi seregszemle Széphalomban. Családvédelmi akcióterv, Sárospatakon sokan érdeklődnek a támogatások iránt. Egészség és sportnap Sátoraljaújhelyen Rubin Trékával. Önök a Zemplén Televízió híradóját látták, melyet újra megtekinthetnek, ha ellátogatnak weboldalunkra. Ha tehetik, csatlakozzanak Facebookos oldalunkhoz is, ahol mindig aktuális információkról tájékozódhatnak. Én mára megköszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!